Aki templomot épít, jövőt épít. Ezzel a mottóval láttak hozzá a sikabonyi Mindenszentek templom építéséhez 2012. júniusában. Ugyanabban az évben, november 25-én Orosz János nagyszombati érsek felszentelte a templomot. A jubilom alkalmából az ünnepi szentmisét Kis Róbert, akkori dunaszerdahelyi esperes celebrálta. A templom felépülése fontos volt a városrésznek, és összefogással jött létre. Miért testesült meg, hogy bennünket megmentsen? Egyszerű hívek kis adományokkal, akár nagy vállalkozók nagy adományokkal is. Tehát mindenki a lehetőségeim keretén belül, a városháza vezetése, a képviselők, mert ez mind kellett ahhoz, hogy az építészeti osztály, és minden jó akaratú ember, aki hallott erről az ötletről, az mindenki fontosnak tartotta. És most 10 év után azt látjuk, hogy nem csak templom épült, hanem egy új közösség is alakult. Maga az Istennek a jelenléte, ami segít bennünket, és valójában ő kovácsol közösségé. A munkálatok egyik motorja Kulcsár Tibor volt. Majdnem minden nap a 10 év során, amikor sor került valamilyen beruházásra, itt voltam. De az ember szívvel, lélekkel csinálja, mert hiszi és látja, hogy van értelme. Megtelik a templomunk, állandóan jönnek új hívek is, ahogy vártuk, közösség épült. Szeretnénk itt a templom előtt, hogy egy méltóságteljes templom tér alakulna ki. Kérjük a városatyákat, hogy támogassanak ebben bennünket. A környék is úgy nézzen ki, ahogy illik. A templomban egy Kis Róbert által megáldott időkapszolát is elhelyeznek. Ebbe fotók és pénz mellett azok névsora is bekerült, akik adományukkal hozzájárultak a megépüléshez. A templom fennállásának 10. évfordulója alkalmából fotók segítségével idézték fel az építés munkálatait.